A Budapest Honvéd ellen zárja az alapszakaszt a Viktória Szombathely, tiszta feketében játszanak majd a hazaiak, fehérben pedig a vendégek, és hát egyértelműen a házigazda a mérkőzés esélyese, hiszen egy ponttal az utolsó a bajnokságban. A Honvéd csapata mindössze 6 gólt szereztek, a Viktória pedig ott lesz a felsőházi rájátszásban. Csapatok összeállítása a múlt heti ferencvárosi 5-1-es vereséghez képest semmit nem változott, és hát ez a meccs eldöntötte azt is, hogy a harmadik helyen zárják majd az alapszakaszt. A mérkőzés Görög Mário vezeti, majd Makkos Népec Brigitta és Péntek Zsuzsanna lesz a két asszisztens. Harmadik perc a mérkőzésen, az első Viktória szöglet Fábián Dóra híveli középre. Nem szabadult még föl továbbra sem a kapu, hiszen Fábiánhoz kerül vissza a labda. Siklér érkezik és vezet a Viktória. 1-0 arányban vezetnek tehát a hazaiak rögtön a mérkőzés elején. Így volt ez az őszi mérkőzésein is, akkor 2-1-re nyert a Viktória, és az első percben Vörös Viktória szerezte a találkozó első gólját. Most is tehát megvan a gyors Viktória gól, a házi gól király. Siklér Kinga 10. találatát szerezte a bajnokságban. 19. perc a mérkőzésen, ismét mélyen behúzódik a saját térfelére a Honvéd. A Viktória pedig keresi a rést, hogy hol lehetne átjátszani a fehérek védekezését. Balog most csak a saját térfelén, a többiek mindannyian már a Honvéd oldalán. Ismét egy hosszú ívelés. Nem sikerül tisztázni a védőknek, a lövés pedig ezúttal mellé megy. Gomola kapja a labdát, 16-os vonalától lövi el, és bírónak nem volt nehéz dolga. Csak nagyon rövid időre tudják megszerezni a fehérmezesek a labdát, és hát gólveszélyt még nem tudtak kialakítani a szombathelyi kapu előtt. Kun néz fel, hogy kinek játsza középre, ott lehet még a helyzet, és megvan a második gól. A félidő derekán megduplázza előnyét a szombathelyi Viktória. Egy baloldali akció végén középre kerül a labda, ahol Harsányi Andrea nézheti meg, hogy hova lőheti, és nem ad esélyt Farkas Katalinnak, hogy hárítsa a lövést. 2-0 most már a szombathelyieknek. Pillanatra se tudja megszerezni a Honvéd a labdát. Siklér, több választási lehetősége is van. Fábián, Mahár teszi vissza a lövésre Csideinek. Farkas fogta végül is, nem volt túl erős lövés. Tálosi mutatja, hogy kicsit húzzák széjjel a védelmet, ha lehet. Ez jó lehet. A kapufáról jön vissza a labda, még nem szódult fel a kapu, most pedig a lapos lövés Farkas kezében landol. Siklér és Harsányi is gólt szerezhetett volna, de marad a 2-0-ás eredmény. Szerencsére nem nagyon jutott helyzethez az ellenfél. Ugye azon voltunk, hogy minél több helyzetet dolgozunk ki, mi birtokoljuk minél többet a labdát. Mindenféleképpen ugye gyakoroljuk ezt is, hogy belső védőként lépjünk be a játékba, segítsük ezzel is a többiek munkáját. Hát néha így jön ki, hogy a Szabina íveléssel, én meg kis játékkal próbálunk belépni, de ez mindig változó. Hazai szöglettel kezdődik a második félidő is. Ezúttal is Fábián Dóra íveli középre. Balog gurítja neki vissza a labdát. És aztán élesen lövi be Fábián, és ezt fogja Farkas a kapuban. Csidei. Fábián mellette. Ott hárman is előtte, de sikerül megtartani a labdát. Magyarics. Magyarics adja középre, elcsúszik ott a labda mindenki előtt, még nem szabadult fel a kapu. Aztán Mahart, ő is fordul egyet, Siklér pedig már lesen van. Úgyhogy ezt a gólt nem adják meg a játékvezetők. Kovács. Fábián tolja meg, Siklér messziről, mellé. Magyarics Zoé pedig most megindulhat a bal oldalon. Kun Barbara jön mögötte, középül pedig többen is zárkóznak az akcióhoz. A középradást azonban a védők lefülelik. Csidei. Kifejelik ezt is a Honvéd játékosai, de nem tudják megtartani a labdát. Krár most próbálkozik. És egy hosszú indítással Gomolát futtatja. Ez most ígéretesnek tűnik. Kovács Baloggal nagy harcban, és aztán Balog végül is haza tudja adni. Próbáltam két játékos cserélni, látom, hol hibázunk, és próbáltunk bezárni ez a hibát, és beszéltem a kapusunk, és kicsit bátran kijön, és labdát szedik ott, mert látom, hol van a hiba, próbáltunk kicsit jobban játszani. Magyar is indul, és segít
Fábiánnak, a kiszöglet után pedig jöhet egy fejes, és mellé megy. Kun néz fel és teszi középre, ott pattog még a labda, és aztán Farkasnak kell védeni a végén. Pici hiányérzetem azért van, hogy a másik fél időben szerettük volna, hogyha még lőttünk volna gólokat, de én úgy érzem, hogy az első fél időben megtettünk mindent ahhoz, hogy eldőljen ez a mérkőzés, és ami a legfontosabb volt, ugye egy vereség után jött a következő mérkőzés, ami az elsődleges cél volt az, hogy rakjuk rendbe a lelkünket, próbáljunk futballozni, és ez helyek közel sikerült is. A védekezése fegyelmezett volt a vendégeknek, a labdát azonban nem sikerült megtartaniuk, lelkesen és hősiesen küzdöttek, és hát ennek következtében nagyon sok támadás csírájában elfojtottak, de abból nem tudtak építkezni. Magyarics. Kun néz fel. Lesz még lövés a végén, ez a nagy kérdés. Tálosi lövi el, és aztán Farkas Katalin kezében a labda. Ez volt az utolsó momentum a mérkőzésen. 2-0-ra nyeri tehát az alapszakasz utolsó hazai meccsét a Viktória Szombathely. És ezzel a harmadik helyről várja majd a rájátszást.